Köszöntöm a Babaház minden kedves nézőjét! Mai témánk a gyermeknőgyógyászat lesz. Dr. Varga Józseffel, akit köszöntök szeretettel stúdiónkban, azt a tévhitet szeretnénk ma eloszlatni, hogy a nőgyógyász egy mumus, akitől félni kell. Mi a különbség a felnőtt és a gyermeknőgyógyászat között? A gyermek és a felnőtt nőgyógyászat elsősorban abban különbözik, hogy itt a szülő hozza a gyermeket magával, és tulajdonképpen elsőként meg kell nyernünk magunknak a szülőt, azt követően a gyermeket is, hogy a vizsgálat kapcsán ne merüljenek fel problémák. Talán az a szerencsés, hogyha a szülő előre tájékoztat bennünket a gyereknek a betegségéről, a problémáiról, és azt követően a gyermeket mi magunk is ki tudjuk kérdezni, ezzel részben eltereljük a figyelmét arról, hogy most egy vizsgálat fog következni, és partnernek tekintjük, és tulajdonképpen könnyebben viseli el így a vizsgálatot. A másik dolog, amire szeretném felhívni a szülők figyelmét, hogy a vizsgálatot jó, ha ők tudják, hogy mi fog következni, így el tudják mondani, hogy ez a vizsgálat tulajdonképpen nem fájdalmas, legfeljebb kellemetlen lesz, és a gyerek fel tud rá készülni. A harmadik dolog, amit szeretnék feltétlenül megemlíteni, az anyának a gyermekkel történő kapcsolata során oda kell figyelni arra, hogy amikor a nőgyógyászról beszél, akkor ne úgy, hogy Szent Isten nőgyászhoz kell mennem, ez milyen kellemetlen dolog. A másik pedig az, hogy ne riogassuk a gyereket azzal, hogy felfázol, orvoshoz viszlek, injekciót kapsz. Tehát mindenképpen arra kell figyelni, hogy a vizsgálatot megelőzően a gyerekben ne éljen egy félelem a vizsgálatot illetően. A vizsgálatok egyébként a panaszoktól függően többfélék lehetnek. Manapság már a gyermeknőgyógyászathoz is hozzátartozik az ultrahangos vizsgálat. Ezen kívül nagyon gyakran szükség van, illetve csak nem minden esetben egy rektális vizsgálatra, ahol meg tudjuk állapítani a méhnek a nagyságát, esetleg a hüvelybe is be tudunk ilyen módon nézni. Váladékot tudunk onnan venni úgy, hogy a gyermeknek ez nem okoz fájdalmat. Tehát ezek a vizsgálatok, amelyek feltétlenül elvégzendők, és még egyszer mondom, nem fájdalmas a gyerek számára, és fontos, hogy az anyuka úgy hozza a gyermeket, hogy ő megnyugtatta előre. Milyen esetekben kell a kislányt orvoshoz vinni, nőgyógyászhoz? Hát a koroktól függően, hogy mennyire nagy, tulajdonképpen egész kicsi korban is előfordulhat már probléma, tehát újszülött korban, ha nem kellően tartják tisztán a nemi szervek területét, akkor gyulladás alakulhat ki. Annyira, hogy össze is tapadhat a két kis ajak például, és akkor ez egy ijesztő kórképre, a hüve hiányára lehet mondom, mutató jel. Valójában itt nem komoly dologról, egy egyszerű gyulladásról van szó, amit mi szétválasztjuk, és azt követően a gondos kezelés már nem fog később gondot jelenteni, vagy gondos kezelés mellett nem lesz több probléma. A másik nagy csoport a gyulladások kívül a balesetek, a traumák. Elég gyakori, amikor már járni, biciklizni tudnak a gyerekek, hogy elesnek, és lépcső szélére vagy a biciklinek a vázára esnek, és ilyenkor a nagy anyaknak a vérömlenye, vagy nyásalásos sérülés, kicsi karóba esik, ami a földtől nem magasan van, és a hüvelysérülés, a rektum sérülése. Ilyen esetben soha nem olasszák el a szülők elhozni nőgyógyászhoz, ugyanis ebből tájog alakulhat ki a vérömlenyből. Esetleg annyira fertőzött lehet maga a föld, amivel szennyeződik, hogy tetanuszoltásra is szükség lehet. Tehát a traumák, a gyulladások azért kisgyermekkorban is előfordulnak, ezekben az esetekben feltétlenül hozzák. Még egy dolgot megemlítenék, a fejlődési rendellenességek. Én azt hiszem, hogy talán a gyerekgyógyászok azok, akiknek erre oda kell figyelni, hogyha valami szokatlan fejlődésű gyermeket látnak. Turner-szindrómára gondolok, a tüneteit biztosan ismerik a gyerekgyógyászok. Ma már ezeket hormonokkal kezeljük egy kicsit korábban, mint a serdülőkor, emiatt az ő figyelmüket hívnám fel arra, hogyha ilyennel találkoznak, akkor feltétlenül küldjék el nőgyógyászhoz. A 12-13 éves korig viszonylag csendes időszak van a gyermekek életében. Aztán jön a serdülőkor, ugye akkor előtérbe kerül a nemiség. A serdülőkor gyermeknőgyógyász szemmel milyen?
A serdülőkor manapság már előrébb jött, mint 100 évvel ezelőtt, illetve azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen 100 év alatt nagyon sok évvel korábban jelentkezik a menstruáció. Úgy lehet mondani, hogy 10 év alatt egy 4 hónappal hamarabb következik be. Mai viszonylatban ez azt jelenti, hogy egy 8 éves gyereknél kezdődik a másodlagos nemi jelegnek a kialakulása. Ezt megelőzi egy hossznövekedés gyorsulás, tehát arról veszük először észre, hogy a gyerek serdülni fog, hogy hirtelen elkezdett nőni. Ebben az időszakban mindenképpen felvilágosítani kell, hogy mi fog jönni, tehát fel kell hívni rá a figyelmet, hogy emlőbimbó növekedése lesz, kiemelkedik az emlő szőrzet növekedése. Ettől eleinte nagyon félnek a gyerekek, de elmondjuk nekik, hogy ez normális, akkor tulajdonképpen megnyugszanak. Tehát ez az első két tünet, ami jelentkezni szokott. Ezt követően, tehát ez olyan 8 év, 9 éves kor körül, olyan 12 és fél éves kor körül jelentkezik az első menstruáció, és ha ebben eltérés van, az két irányú lehet. Lehet az, hogy korán jelentkeznek a menstruáció, illetve a másodlagos nemi jelegek kialakulása, ez akár 4 éves korban is. Na most ebben az esetben feltétlenül nőgyógyászhoz kell fordulni, mégpedig azért, mert egy betefészek daganat, egy mellékvesekkéreg működési zavar következtében is létrejöhetnek ezek a változások, de előfordulhat az, hogy ez egy családi öröklött hajlam, de mindenképpen tudnunk kell, meg kell állapítanunk, egy nőgyógyásznak azt ki kell zárnia, hogy itt nem valami nagy betegségről van szó. A késői menstruáció jelentkezés, vagy a késői másodlagos nemi jellegeknél szintén esetleges fejlődési rendellenességek kizárása miatt, illetve a későbbi teherbeesés miatt kellene, hogy a nőgyógyászhoz elhozza. Tehát a 14 éves korig nem alakulnak ki a másodlagos nemi jellegek, tehát az emlőbimbó növekedés, illetve a szőrzet növekedés, illetve 16 éves korig nem jelentkezik menstruáció, feltétlenül jelentkezzenek nőgyógyásznál, hogy ennek az okát meg tudjuk állapítani. A menstruációval kapcsolatban egyébként milyen problematikák szoktak megjelenni? A serdülőkori menstruáció, ugye tudjuk, hogy 12 és fél éves korban jelentkezik, azt követően rendszerten általában a vérzés. 3 fő probléma adódik, az egyik a vérzés kimaradás. Ez azt jelenti, hogy 35 napon belül nem jelentkezik újabb vérzés, ez a másodlagos vérzés kimaradás. A másik gyakori panasz az, hogy gyakran jelentkezik vérzés, tehát 21 napnál gyakrabban jelentkezik rendellenes vérzés. A harmadik probléma az, hogy a vérzés nem 4-5 napig tart, hanem elhúzódik, friss, piros, akár 10 napig is eltart. Minden esetben nőgyászhoz kell fordulni. Általában ezeknek az elváltozott rendellenességeknek a korélettani alapja ugyanaz, az ösztrogén túlsúly, vagy a relatív ösztrogén túlsúly, de mindenképpen ki kell zárnunk egyéb betegségeket is. Fontos még azért is jelentkezni, főleg a gyakori vérzésnél, vagy az elhúzódó vérzésnél, mert a gyerek anémiássá, vérszegényé válik, és ilyenkor ha vaspótlásra nincs szükség, a vérzést el kell állítanunk. Általában ezt hormon tartalmú készítményekkel, vagy hormonmentesen is elő tudjuk idézni, illetve a svédek ajánlották még a pete érésnek az indukálását egy bizonyos kor után. Tehát ezekkel a problémákkal is célszerű megkeresni. A másik, ami miatt még a vérzés kimaradás esetén érdemes megkeresni a nőgyászt, tudjuk, hogy ma már a fiatalok korábban kezdik a nemi életet, mint ez néhány évvel ezelőtt volt, és előfordulhat, hogy az a vérzés kimaradás, ami jelentkezett, az bizony egy terhességet takar. Akkor rögtön elérkeztünk ahhoz a témához, ami ugye következik, az pedig a fogamzásgátlás, ami a gyermeknőgyógyászatnak is most már témája. Így van. Nagyon fontos kérdés ez a fogamzásgátlás, hogy hogyan, illetve milyen lehetőségek vannak a serdülőkorban, mikor adhatunk és milyen gyógyszereket, illetve gyógyszert adjunk-e. A nemi élet a lányoknál korábban kezdődik, mint a fiúknál, és sajnos elég korai időszakra
tehető. Többször jártam felvilágosítást tartani, sikerült annyira közeli kapcsolatba kerülni a diákokkal, hogy elmondták, hogy nagy részük már a középiskolás korba nemi életet él. No most a védekezés pedig hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem megfelelő. A lehetőségek ugye a szájon átszedett fogamzásgátló gyógyszerek, az óvszer, illetve hát lehetőségként nagyon gyakran említik ezek a diáklányok, hogy a középidőben, tehát a petejérés idejében nem közösülnek, illetve nincsenek együtt. Ez utóbbit nem tartanám igazán megfelelőnek. Ha rendszeres menstruációja van a serdülőnek, és már azon a koron túl van, hogy tényleg azért elkezdheti az együttléteket, akkor mindenképpen a szájon átszedhető fogamzásgátlókra biztatom, de ha lehetséges, ha egy mód van rá, azért az óvszer lenne az a megoldás, ami esetleg a gyulladásoktól is megvédeni. Ebben a korban még a kapcsolatok könnyebben váltódnak le, tehát gyakoribb a partnercsele, ez nem rossz értelmű kijelentés akar lenni, ez a tapasztalat. És így talán a fiúk is tudnának magukat is meg tudják védni, és a védeni és a lányukat is, esetleges teherbeeséssel szemben is. Igen. Még egy dolgot szeretnék elmondani a serdülőkorral kapcsolatban fájdalmas menstruációról. Ugye ezek a lányok, illetve elég gyakran jelentkeznek menstruációkor fájdalmakkal. Nem lehet összehasonlítani a felnőttkori vérzésköri fájdalommal, miért pedig azért, mert a felnőttkorban általában valamilyen szervi probléma van jelen, vagy egy gyulladás, vagy egy korábbi gyulladásnak a letapadásai, vagy egy úgynevezett endometriózis. Tehát ott általában az ember szervi okra gondol, még egy serdülőkori vérzés kapcsán jelentkező görcsös fájdalom az általában vagy pszichés eredetű, vagy familiáris, tehát tanulják a gyerekek, hogy a szülő hogy viselkedik tulajdonképpen menstruáció alatt. Ezért én kérném a szülőket, hogy amennyire lehet, ők próbálják megnyugtatni, illetve ne elriasztani őket a menstruációtól. Igenis lehet fájdalmas ettől függetlenül a menstruáció, nem csak fájdalom jelentkezik, hanem ilyenkor fáradtságérzés, hányinger, hányás, tehát lehetnek komoly tünetek is, most ilyenkor a szokásos gyógyszereket nyugodtan lehet adni, tehát nospát, ridolt, merisztin, tehát amit általában a szülők jól ismernek. Súlyosabb esetben, hogyha hányinger, IVF rosszul itt van, akkor én kérem, hogy azért a nőgyógyász szósz hozzák el, ami egyébként szokás is, tehát elhozzák, hogyha ilyen súlyos menstruációjuk van a lányoknak. És egyébként ez nőgyógyász által helyrehozható, tehát gyógyszeresen kezelhető? Ez kezelhető, sőt, ha nagyon súlyos a tünet, a panasz, akkor esetenként fogamzásgátlót adunk, és ezzel tulajdonképpen lecsökkentjük ezeket a fájdalmakat. És akkor most ismét kanyarodjunk vissza, azt javaslom a fogamzásgátláshoz. Mennyi az az életkor, amikor a nőgyógyász kírja a kis felnőttnek vagy gyereklánynak a gyógyszert? Tulajdonképpen nem életkorhoz kötjük, hanem a fejlettséghez. Általában megnézzük olyankor a méhnek a nagyságát. Nem feltétlen kell ehhez hüvei vizsgálat. Megnézhetjük például a rektális úton, illetve az ultrahanggal meg tudjuk állapítani. Itt a méhnek a nagysága, illetve annak az aránya döntő, hogy a méhnyak, a méhtest aránya 2:1, tehát felnőttre jellemző-e, hogy a menstruációs vérzése rendszeressé vált-e, illetve legalább 2 éve megjött-e a vérzése. Igenis felírjuk nekik. Talán jobb, hogyha a fogamzásgátlót szedi, mint hogyha úgy esik teherbe, hogy még a terhességet nem kívánja kiviselni. Mennyire jellemző, hogy ezek a fiatal lányok nőgyógyászhoz fordulnak? A gyakorisága az hála Istennek növekszik. Azt lehet mondani, hogy a lehetőséget, ha megteremtjük számukra, akkor eljönnek a vizsgálatra. Talán múlt évben kezdődött nálunk egy ifjúságvédelmi program, illetve egy pályázat útján nyert pénzt erre fordították. A volt család és nővédelmi tanácsadó helyén szerdánként délután 3 órától egy idősebb kollega
fiatalokat fogadja, és nagyon jó tapasztalatai vannak. Bár a szülő ilyenkor kimarad, de általában partnerrel mennek, így a felvilágosítás, a gyógyszer adás itt sorra került. Tehát azt mondom, hogy ezt a lehetőséget ki kellene használni, és a fogamzásgátlás kapcsán még megemlíteném, hogy egy év óta durván van egy sürgősségi ambulanciánk, ahol ilyen problémákkal elég gyakran jelentkeznek, óvszer defekt esetén, vagy egy olyan alkalom, amikor nem várt a nagylány számára, együttlét történik, és nem védekeztek, tudnak jelentkezni 72 órán belül, és tudunk gyógyszert adni, hogy a terhesség ne következzen be. Természetesen ez nem 100%-os biztonságot jelent, de nagyon nagy védettséget, és mindenképpen visszarendeljük ilyenkor, hogy valóban megjött a vérzése, és tehát nyomon követjük tulajdonképpen. És visszajönnek? Hála Istennek nagy részt vissza. Sajnos van egy-két eset, amikor nem, és ilyenkor az a sajnálatos, hogy a további fogamzásgátlása sincs megoldva. Értem. Nagy a forgalom egyébként az ambulancián? Közepesnek mondható, én szeretném, ha még nagyobb lett, már nem a sürgősségi ambulancián, hanem az ifjúsági tanácsadáson. Sajnos még nagyon sok a terhesség megszakítás, de azt hiszem, hogy a fiatalkorúak között már javul az arány. Németországban jártam kollégámmal együtt, más ügy kapcsán laparoszkópiát végeztünk, illetve laparoszkópiát gyakoroltunk, és kérdeztük, hogy hol végzik náluk a terhesség megszakításokat. Tehát ezekkel a problémákkal is célszerű megkeresni. A másik, ami miatt még a vérzés kimarad, vagy egy úgynevezett endometrium van jelen, vagy egy gyulladás, vagy egy korán csökkentett a terhesség megszakítása száma. Jelenleg ma Magyarországon a szüléseknél alig kevesebb a száma. Azt hiszem, talán nem ártana elmondani, hogy itt a sürgősségi ambulancián mire számíthatnak a fiatalok néhány szóban. A sürgősségi ambulancián tulajdonképpen ugyanolyan vizsgálatot végzünk, mint egy rendes nőgyógyászati vizsgálat kapcsán, tehát rákszűrő vizsgálat is sorra kerül, amennyiben már volt partner kapcsolata, a kórelőzmény felvétele szintén sorra kerül, és tanácsot adunk részben emléletre vonatkozóra, részbe pedig a nőgyógyászati dolgokkal, tehát rendes nőgyógyászati vizsgálatot végzünk. És ugye a műsor vége felé haladva azt hiszem még egy nagyon fontos dologról kellene beszélnünk, az pedig nem más, mint a felvilágosítás, hogy ez kinek a felelőssége. Feltétlenül említést kell tenni róla. Én azt hiszem, hogy a pedagógusok mellett a szülő az az első, aki részben példát ad, és a kapcsolat, a szülő és a gyermek kapcsolata révén döntő, befolyásolja a gyereknek a viselkedését. Talán azt lehet mondani, amelyik szülő rendszeresen jár rákszűrésre, a nőgyógyásztól nem riasztja el a gyermekét, annak a gyermeke is úgy fog felnőni, hogy tudja kezelni a problémáit, tudja, hogy hogyan kell a fogamzásgátlást elvégezni. És én azt hiszem, hogy ezeknél a gyermekeknél a partner kapcsolat is később kezdődik, illetve így mondom a közösülés. Nagyon fontosnak tartanám azt, hogy az ifjúkorban lévő fiúk, lányok megismerik a saját testüket, egymás testét, de ne feltétlenül közösüléssel kezdik. Tehát valahogy az értékrendet meg kellene tudni tartani. Ami még nekem szemet szúrt, vagy feltűnt az apáknak a szerepe, gyakran úgy jönnek fiatalok, hogy az apától félek. Talán mi férfiak kellene, hogy egy kicsit jobban álljunk hozzá a dologhoz, és a lányokkal nekünk is el kellene beszélgetni, és tudomásul kell venni, hogyha kislányunkból nagy lány lesz. Dr. Varga József, köszönöm, hogy eljött, és köszönjük a jó tanácsokat is.